Williams Televízió. Óvodások. Őszbúcsúztatót tartottak a Mosolyország óvoda tagjai. Szociális munkanapja. November 12-én elismerő okleveleket adtak át a polgármesteri hivatalban. Önkormányzat. A város közelmúltjáról és az elkövetkezendő 5 esztendőről kérdeztük a polgármestert és a gazdasági bizottság elnökét. Aranypálva. A nagydíjat is elnyelte a Balla Péter népdalkör. Jubileum. 20. születésnapját ünnepelte a Nachtigalen kórus. Sport. 2-0-ás vereséget szenvedett a VFC az Ért csapata ellen. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának november 14-i adását látják. Szent Mártonra emlékeztek november 11-én a falusi nemzetiségi óvoda tagjai. A gyerekek már a Márton napot megelőzően számos ludassággal készültek a napra, majd lampionos felvonulással mentek a falusi Szent Kereszt templomba. Az est során természetesen a sült liba is terítékre került. A Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány adventi versek témában szavaló versenyt hirdet, melyre szeretettel várja óvodások, iskolások, költészetet szerető versmondók jelentkezését. A verseny időpontja november 26-a szerda 17 óra, helyszíne a Róder Imre Városi Könyvtár. Jelentkezni telefonon vagy e-mailen a képernyőn látható elérhetőségeken lehet. December 20-án tartja karácsonyi koncertjét a Vecsési Hagyományőrző Zene Egyesület. A program 17 órakor kezdődik a Bálint Ágnes Kulturális Központban. A műsorban fellép a Vecsési Zeneiskola és a Muzikferány Vecsés Ifjúsági Zenekara, a Vecsési Zeneiskola művésztanárai, a VHZ Bavorák Kvintetje, a VHZ Fiataljai, valamint a VHZ Fúvós Zenekara. A rendezvény ingyenes. A Mosolyország óvodában immáron 4. éve rendezik meg az őszbúcsúztatót. A gyerekek énekeltek, verseket mondtak, majd lampionos felvonulásra indultak. Az őszbúcsúztatón az intézmény mind a 4 csoportja részt vett. Ott volt a piroska csoport, a sünni csoport, a tücsök csoport és a delfin csoport. A gyerekek körbeálltak, megfogták egymás kezét, és a szülőket is erre biztatták. A piroska csoport eljátszott a Szent Márton történetét. Bemutatták, hogyan segített a jószívű katona Márton a fázó kolduson, miként próbált elbújni a ludak között a küldöttek elől, és hogyan szentelték püspökké. A Mosolyország óvoda gyermekei csoportonként őszbúcsúztató dalokat és verseket adtak elő. Majd lampionos felvonulásra indultak a szüleikkel kézenfogva. Bár a gyermekek rendkívül élvezték a kis lámpásokkal való sétát, az este igazi fénypontja a sütizés volt. November 12-e a szociális munkanapja. A Vecsési Polgármesteri Hivatalban ez alkalomból elismerő oklevelek átadására is sor került.
A Szociális Munkások Napját 2001 óta ugyanezen a napon ünnepeljük, aminek én nagyon örülök, mert egy rendkívül nehéz ágazat, ami összefogja a családsegítő, a gondozási központ, a bölcsöde, valamint a központi konyha dolgozóit. Minden területen rendkívül nehéz a munka, és én azt gondolom, hogy minimum ezt az egy napot igazából megérdemlik, hogy ez kizárólag róluk szóljon. Én úgy érzem, hogy egy nagyon szép, bensőséges ünnepet sikerült közösen az intézmény vezetővel, asszonnyal, a gondozási központ vezető asszonyával összehozni. Nagyon aranyos kis műsort adtak a gondozási központ énekkara, kis aranyos idős nénikék, és hát most a központi konyha által készített szendvicsek kerültek feltállalásra, és mindenkinek jó étvágyat kívántunk. Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt. Mulassunk át egy vagy két óráig, végbúcsunkat mit ki nem adják itt. Végbúcsunknak hamar vége lészen, szegény legény akármerre mézen, akármerre fordítja kalapját, szegény legény így éli világát. A Szociális Munka Napján 2014. november 12-én elismerő oklevél kitüntetésben részesült a Vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa Barna Alíz, valamint az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának egyik dolgozója Mátyás Béláné. A kitüntetéseket Tábori Ferenc alpolgármester, valamint Saska Istvánné a Szociális Bizottság elnöke adta át. Elismerő oklevelek átadására is sor került. Úgymond mindenki hétköznapi hős, aki ilyen területen dolgozik. Igen, hétköznapi hős. Nagyon jól mondta szerkesztőasszony, igen. Meg van szabva, hogy ki kaphat elismerő oklevelet, és tehát törvény szabályozza, hogy hány évenek kellett ahhoz eltelni itt töltött munkában közalkalmazottként, hogy kaphassanak. Egyik a központi konyhának a szakács asszonya, akiről a vezető úr rendkívül szép és nagyon megható jellemzést adott, ugyanígy szintén a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatból a kitüntetett tanári diplomája után nagyon sok iskolai iskolát elvégzett ahhoz, hogy ezt a családsegítő munkát, ami mindannyian tudjuk, hogy milyen borzasztóan nehéz, el tudja látni. És ezt maradéktalanul és a legnagyobb elismeréssel írta le a családsegítő vezető asszonya. Október 21-én tartotta alakuló ülését az új képviselőtestület. Az önkormányzat jövőbeni terveiről Szappanos Krisztina, Szahó Csaba polgármestert és Alattyányi Istvánt, a gazdasági bizottság elnökét kérdezte. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési Magazint látják! Az október 12-i önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei nyertek a vecsési választókerületekben, így három listáról bejutott képviselővel kiegészülve folytathatják a munkájukat az elkövetkezendő 5 évben. Üdvözlöm a stúdióban Szlahó Csaba vecsés polgármesterét és Alattyányi Istvánt, a gazdasági bizottság elnökét. Milyen 5 évnek néznek elébe? Önök munkaszempontjából, illetve mi vecsési lakosok? Hát tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. És azon az úton szeretnénk tovább haladni, amit megkezdtünk 98-ba, vagy talán 94-ben, attól függ, hogy honnan számítjuk a mi időszámításunkat. Egy biztos, hogy jártutat járatlanra ne cserélj, szokta mondani, vagy tartja a közmondás, és köszönöm a vecsési választóknak, hogy ők is így gondolták ezt. Elégedettek voltak azzal az úttal, amit eddig megtettünk, és hát a folytatásra is bizalmat szavaztak nekünk. A programunk azt gondolom, hogy egy elég jól kidolgozott program, ami megmutatja, hogy milyen lehetőségei vannak a városnak, milyen lehetőségeink vannak nekünk, és hova tudunk továbbfejlődni. Hát a közvéleménykutatási adatokra is tudok itt hagyatkozni, hiszen kétszer is felmértük a lakossági igényeket, és ebben bizony még mindig nagyon fontos szerepet kap az infrastruktúra fejlesztések közül, elsősorban ugye az út, járdaépítés, ezt szeretnénk természetesen folytatni, és ezt tervekkel tudjuk alátámasztani, tehát nagyon sok kész tervünk van. Igazából a 85%-nyi készültséget szeretnénk befejezni ebben a ciklusban. Jó lenne, hogyha ez külső forrásokat is tudnánk hozni.
Ha már itt vagyunk a közlekedés infrastruktúránál, a közlekedés technika, közlekedés biztonság, forgalomtechnika az egy húsba vágó kérdés. Egyre nő a forgalom, egyre nő a burkolt utak aránya, gyorsul a forgalom, bizony ezzel vannak problémáink. Minden nap találkozunk és szembesülünk ezekkel, ennek a megoldásán is dolgozunk, tehát a forgalomtechnikai terv az rendelkezésünkre. Az más kérdés, hogy ennek bevezetése milyen lakossági visszhangokat váltanak ki, mert bizony azért ez erőteljes korlátozásokat is jelenthetne. Mondok egy példát, a Károly utcából kiszedjük mondjuk a elsőbségadás táblákat, és jobbkezes lesz a Károly utca. Azt el lehet gondolni, hogy azért ott akkor nagyon oda kell figyelni egy darabig, amíg meg nem szokják az emberek. Csak egy példa volt. Aztán szeretnénk ugye a teherforgalmat kiszorítani, amennyire csak lehet, tehát a nem célirányú teherforgalmat, illetve a kereskedelmi központokba irányuló teherforgalmat szeretnénk, hogyha az elkerülő hálózaton, úthálózaton menne. És ennek érdekében ugye az útépítésekhez tartozik a 02-es, 202-es út megépítése, amely összekötné a gyálfelüli körforgalmat, tehát az autópályánál, autópályára felvezető körforgalmat az Almáskert úttal. Tehát az infrastruktúra fejlesztések közül ez egy fontos kitétel, az út. Ezen kívül természetesen a közlekedés javítása, a közlekedés feltételének javítása is célkitűzésünk. Elsősorban itt a tömegközlekedésben a MÁV-ra gondolok, tehát nagyon fontos lenne szerintem is az emberek komfort érzetét és a városról kialakított képet is nagyba befolyásolni, méghozzá pozitív irányba, hogyha elkészülnének az állomások, az állomásrekonstrukciók, a peronokat esetleg felújítanák, befednék, illetve az állomás épületeket és azok környezetét is megszépíteni a MÁV, és hát ide tartozik egy külön nagy falat, amelyre azért a városnak kisebb behatása van, de mindent elkövetünk, hogy ez megvalósulhasson, hogy amire erőnkből telik, ez pedig a külön szintű csomópontok kérdése. A Nagysorompó helyén, illetve az Üllői út végén mind a kettő nagy falat és Európai Uniós pénzből kívánták megépíteni, az államtitkár úr ezt be is jelentette, hogy ez úton van, aztán végül is máshova kerültek ezek a fejlesztések, a 100A agglomerációs vonal helyett más állomásokat újítottak meg. Vasúti aluljárót most kifestették. Ebből már lehet messze menő következtetéseket levonni, hogy mostantól elkezdődik a fejlesztés, a szépítés? Tehát számíthatunk arra, hogy lassan eljutnak az épületig is, vagy azért még... Hát szerintem azért ne nagyon szaladjunk ennyire előre, ahogy ismerjük a MÁV-ot, bár le a kalappal, hogy legalább az aluljárót kifestették, egészen kivilágosodott, mert fehérrel kifestették. Most az a kérdés, hogy ezt a város valamilyen pénzből, támogatással, grafitesekre bízza, hogy feldíszítsék, vagy pedig ellátják egy olyan védőfelülettel, amely mosható és fehér marad. Egyelőre mi a fehér változat mellett szavaztunk, de hát tudjuk nagyon jól, hogy a fiatalok egy része kedvelt időtöltése a grafitizés, és én ezt meglehetősen elítélem, mert én azt gondolom, mindenkinek otthon kéne firkálni a házukat, meg a szobájukat, és akkor biztos örülnének a szülők. De hát tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerűen megoldható. De erről ennyit szeretnék mondani, mert azt gondolom, hogy nem a település életét alapvetően meghatározó dologról van szó. Tehát visszatérve, szerintünk a MÁV állomások környezetének, épületeinek felújítása az elkövetkező ciklus egyik fontos feladata. Az más kérdés, hogy itt a helyi tömegközlekedés, úgynevezett tömegközlekedéssel mit tudunk, hogyan tudjuk továbbfejleszteni esetleg a helyi buszjáratnak a nyomvonalát, sűrűségét, menetrendjét, hogyan tudjuk jobbítani, hogy ez még jobban kiszolgálja a lakosokat. Ez egy nyilván egy nagy kérdés, egyelőre 8 millió forintba kerül a városi busz működtetése, és alapvetően ugye arra szolgál, hogy főleg az idősebb generációt elszállítsa azokra a célállomásokra, amelyeket fontosnak tartottunk. Legyen szakorosi rendelőről szó, vagy a temetőről, vagy a market centráról, tehát a központi helyeket, illetve forgalmas helyeket el tudjuk érni. Hogy ezt hogyan lehetne átalakítani, egyébként az elsősorban nyilván ráfordítás kérdése. Tehát ezekben a lépésekben látom a jövőt, és a terveink is megvannak, készen állnak ezen a területen, és hát, hogy komfortosabb legyen ez a kisváros, meg szebb, ahhoz a városias kép javítására van szükség. Hogyha már az állomásokból elindultunk, ugye a közterületek fejlesztése, a játszóterek, szabadidőparkok, gumírozott felületek, pályák, műfüvek, műfüves pályák építése, ez mind-mind fontos, nem csak az intézményekben, hanem természetesen a közterületeken is, hogy az emberek ezt fel tudják használni, és tudjanak ott sportolni, mozogni.
Amikor szóba kerül a tömegközlekedés, akkor akaratlanul minden vecsési, gondolom, hogy önök ezt már unásig hallották, megkérdezik, hogy lesz-e itt majd BKV járat vecsésen, lesz-e, illetve ez igénykérdése, pénzkérdés. Én is tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban én nem látok reális esélyt arra, hogy BKV buszjárat legyen vecsésen, már csak azért is, mert a képviselőtestület mind az előző ciklusban, mind előtte is többször megvizsgálta ezt a dolgot. A BKK-tól kértünk is erre különböző tanulmányokat kaptunk tőlük, illetve az, hogy milyen lehetőségek lennének arra, hogy fejlesszük mondjuk ilyen irányba a tömegközlekedést vecsésen. Én azt gondolom, hogy mint az előző ciklusban sem, én azt látom, hogy a következendő 2-3 évben sincs arra lehetőségünk, hogy több 10 millió forintot áldozzunk arra, hogy a BKV-t kihozzuk vecsésre, és ugyanakkor az a több 10 millió forint, ez még csak a vecsés városnak az egyik részét jelenteni, tehát az egyik felét jelenteni, és nem beszéltünk még a másik feléről a vecsésnek. Tehát nyilvánvaló, mi gondolkodunk abban, hogy a tisztelt lakosoknak megkönnyítsük az életét ilyen szempontból, tehát a tömegközlekedés fejlesztését azt másmilyen szempontból szeretnénk megközelíteni, mindaddig, amíg reális esély nincsen arra, hogy a költségvetésben tudjunk egy ilyen összeget biztosítani a BKV buszra. Meg ráadásul én azt gondolom, hogy a vasút azért az alapvetően nagyon jó közlekedik, ha jönnek a vonatok, persze nem akarok ironikus lenni, de fél óránként, óránként jár a nyugatiba. Én azt gondolom, ennél gyorsabb és jobb tömegközlekedési lehetőség nincs. A vasút állomásokra való felhordást hogyan lehet még javítani, az egy külön kérdés, ez a helyi járat kérdése. A Halmi térre megkértünk ajánlatot, az... Ha egy járat jött volna, úgyhogy a Dózsa-György utat is érinti, tehát akkor félig meddig bekötötte volna mondjuk az András telepet is, kékbusz esetében az 50 millió lett volna, és akkor még mindig az Üllői úton döcögött volna a kékbusz, tehát kihasználta volna azt. Ha olyat szerettünk volna, ami egy olyan járat is, ami a gyorsforgalmink bemegy Kőbánya-Kispesti, az 80 millió forint lett volna. Tehát azért, és ez csak tényleg a településnek mondjuk így, hogy 30%-át érinti, azért azt gondolom, hogy ez nem megoldás. Más úton kell elindulnunk, más megoldást kell keresni, és van jó tömegközlekedése a városnak. Tehát én azt gondolom, hogy azért a sárga busszal, a vonattal összességében, és azért érint minket a kék busz is, akárhogy is nézzük, tehát ott is van megálló. A Market Central, illetve hát a gyorsforgalmi úton vannak buszmegállók, hát ezt ki kell használnunk, azt gondolom. Az, hogy közvetlen az lenne a megoldás, hogy minden, tehát akkor nem szűnne meg semmi más egyébként, tehát egy párhuzamosan ezeket működtetni, ez azért nagyon sok az államnak is. Mi mindig a közlekedésnél maradva, és az is szintén visszatérő kérdés, pró-kontra elhangzanak általában érvek, hogy lesz-e bicikli útvecsés és gyár között, vagy lehet-e? Hát én azt gondolom, hogy lehet. Egyébként a Fidesz-KDNP-nek a mostani programjában is szerepelt az, hogy szeretnénk ezt megvalósítani, tehát fejleszteni. Most nézzük azokat a lehetőséget, hogy ezt hogyan tudnánk megtenni, de alapvető elképzelésünk az, hogy egy kerékpárutat szeretnénk megvalósítani Vecsés és Gyál között, illetve szeretnénk a kanál is mentén megvalósítani egy kerékpárutat, illetve az Almáskert útnál szeretnénk még a 18 kerület felé. Ezek az elképzelések. Mi is ezt nagyon fontosnak tartjuk, nagyon nagy erre a lakossági igény is. Nyilván való, hogy a Dózsa-György úton, és hogyha végig megyünk, illetve Vecsés-Gyárt összekötő szakasz, biciklis közlekedés szempontjából meglehetősen veszélyes, úgyhogy ugyebár külön kerékpárút sajnos még eddig nem került kialakításra. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az a ciklusnak, mint polgármester úr is említett, nagyon sok fontos feladata van. Ez is egy nagyon fontos feladatként kezeli a képviselőtestület, hogy ezeket a kerékpárutakat meg tudjuk valósítani. Hát ha a kerékpárutaknál vagyunk, ugye ezért ez egy ma elég közkedvelt téma, egyre többen kapnak kerékpárra, ami egyébként teljesen, hát hogy is mondjam, az egészséges életmód irányába mutat, és mint ilyen ezt a városvezetése szeretné támogatni. A belső úthálózatnál is mindig fölmerülnek, hogy miért nem építünk ide meg oda a kerékpárutat, hát ahhoz szélesebb utcákra lenne szükség, mert szabványos kerékpárutat csak úgy tudunk a meglévő úthálózaton létesíteni, javarészt, hogyha, mert nem elég szélesek az utcák, hogyha egy irányosítunk. Az pedig gyorsítja a forgalmat, és még egyébként ezt én csak úgy felmérések nélkül mondom, vagy műszaki paraméterek nélkül mondom, mert nem tudom pontosan, hogy mekkora most a kerékpársáv, az egyirányú közlekedés lehetővé tevő kerékpársávnak a szélessége, de egészen nem nagyon fér el. A mostani belső úthálózaton lehet közlekedni mindenhol. Veszélyes, főleg a Dózsa-György úton meg a telepén, ez tény és való. A mellékutcák azonban nagy rész már aszfaltozásra kerültek, ott azért lehet kerékpározni. Egy biztos, a várost a szomszédokkal összekötő kerékpárút hálózatot szeretnénk fejleszteni, ez elhangzott,
és Gyál felé egyébként a kerékpárút tervei készen is vannak. Mielőtt tovább mennénk az intézményekre, a mondataik újabb és újabb kérdéseket szülnek részemről a közlekedéssel kapcsolatban. A minap forgalomszámlálást véltem felfedezni a Grassalkovics Antal általános iskola előtt. Így igaz. Gyakorlatilag évek óta megy a kérdés körül, illetve a szülők időnként fölvették, aztán a közút ezt nem támogatta, most újabb nagy lendületet kapott és nagy erőt, hogy oda gyalogátkelő létesüljön, sőt, most már nem elég, hogy gyalogátkelő létesüljön, most már lámpás gyalogátkelőt szeretnének a szülők, ami egyébként az ő részükről teljesen igaz és jogos. Az önkormányzatot egyébként nem nagyon kell meggyőzni ebbe az ügybe, hiszen a programújságban is beírtuk a gyalogátkelőhely létesítését. Hogy ez most milyen lesz, az azért nyilván a felmérések és a tervezés után mondható meg pontosan, de mindig az első lépcső a forgalomszámlás. Forgalomszámlási adatokkal kell alátámasztani a kérvényt. Ezért számolják most a forgalmat a kollégák újra, egyébként erre már többször volt példa, a 4-esen, a 400-ason az iskola és az óvoda között. Azért azt szeretném elmondani, nagyon sokan aggódnak a gyerekek miatt, jogosan. Azért azt szeretném leszögezni, hogy addig is, amíg nem készül el a gyalogátkelő, és aki nagyon aggódik a gyermekek miatt és az átkelés miatt, az ne vigy át szabálytalanul a gyereket az úttesten. Én tudom, hogy mindenki rohan, és most nem is akarok álszent lenni. Biztos én is ott mennék át, ha sietnék, de akkor azért nagyon fel kell készülni minden lehetőségre, mert ráadásul áll a kocsisor, azok a szülők részéről, akik ugye kanyarodnak be az iskola felé jobbra kisívve, hogy a föltolódik az autósor, azt elkezdik kerülni, így képződik ott legalább 3 autós oszlop, és mindig ebből vannak a problémák. Több esetben jelezték, hogy majdnem elütötték, majdnem... Igen, ez nagyon veszélyes, ezt látjuk mi is, szeretnénk ezt megoldani, de a szülők figyelmét is szeretném felhívni, azért az ő felelősség is nagy, ő felelősségük is nagy. 150 méterre van a másik járda, ez valóban azért reggel egy komoly idő, amikor az ember rohan, de hogyha féltik a gyermekeiket, akkor ott menjenek át első körbe. Addig, amíg itt megnyugtató végső megoldás nem születik. Tehát mi dolgozunk azon, hogy ezt az igényt próbáljuk kielégíteni. Nem a mi kezelésünkben van az út, tehát a közút kezelésében van, és nyilván a hatóságtól az engedélyeket be kell szerezni, úgyhogy ezt tesszük, ezen dolgozunk, és anyagilag nekünk kell jót állni érte, de ez nem ez a legkisebb kérdés ebben az ügyben. Vegyük akkor korcső alá, hogy bizonyos területeken milyen fejlesztések történtek az elmúlt években, és kérem tegyék hozzá, hogy hol várható még változás, fejlesztés, hol van még rá szükség. Az utakról, járdákról már úgy érzem, hogy kimerítően beszéltünk, beszéljünk az oktatási és egyéb intézményekről, Becsésváros intézményeiről. Számos iskolát újítottak fel már eddig is, és ha jól tudom, akkor például az Andrássy Gyula Általános Iskola felújításának a projektje az átcsúszott erre a ciklusra. Többek között. Hát többek között igen. Azért azt szeretném kiemelni, hogy nagyon fontos szerepet kapott a programunkban is a környezetvédelmi rész. A környezetvédelemnek egy alapvető dolga például az, hogy az intézményeknek a korszerűsítése, az energetikai korszerűsítése. Ugye az elmúlt ciklusban két ilyen nagyobb beruházás tudtunk befejezni, az egyik a Bálint Ágnes Kulturális Központ, amely ennek a szellemiségében épült meg, és ugyanúgy mondhatom azt, amit az előző ciklusnak a végére sikerült befejeznünk, az pedig a Halmi téri iskola. Nyilvánvaló, hogy az energetikai korszerűsítés, mint a környezetvédelem is egy nagyon fontos pillére a Becsésváros képviselőtestületének munkájában, de azt nagyon fontos elmondani, hogy ezeket az energetikai korszerűsítések miatt tehát föl kell mérnünk több intézményt is. Ezeknek egyébként a tanulmányai már elkészültek, de nyilvánvaló, hogy valamelyik 2-3 éve, valamelyik 4 éve készült, tehát ezeket fel kell frissítenünk, és elképzeléseink szerint ugyanúgy a többi intézménnyel, tehát a polgármesteri hivatallal, az ön által említett Gróf Andrássy Gyula általános iskolában, de egyéb intézményeket is lehetne említeni. Mi ezeket szeretnénk végrehajtani ebben a ciklusban minél többet lehetőségeink szerint, és persze a környezet például vannak még más egyéb kritérium, amit még szeretnénk megvalósítani ebben a ciklusban, sőt meg is fogunk valósítani. Az egyik ilyen például a szelektív hulladékgyűjtés, ami 2015-től fogjuk bevezetni Becsés városában, és ennek volt az egyik olyan pillér, amikor ugyebár pályáztunk egy szemétszállító, egy hulladékszállító gépjárműre, ahol sikeresek voltunk, és annak is a beszerzése folyamatban van. Én azt gondolom, hogy jövő évelején az is a város rendelkezésére fog állni. Hát ezzel kapcsolatban még csak annyit szeretnék mondani, hogy az energetikai felújításokat
nem csak az oktatási intézményekre terjesztettük ki, hanem természetesen minden olyan intézményre, amely a város lakosságát kiszolgálja. Tehát legyen szó szociális intézményről, egészségügyi intézményről, és természetesen a legnagyobbak ugye az oktatási intézmények. Az óvodákon gyakorlatilag majdnem végigjutottunk, tehát ott majdnem a legtöbb épület mondjuk így, hogy 70%-ban az teljesen felújított. A maradék régi épületek sorsa az per alatt van, hogy mit tegyünk vele, hogy lebontsuk és újat építsünk, vagy a régi toldozzuk, fordozzuk tovább, ezt majd meglátjuk. Két ilyen régi intézmény van még, az egyik csak félben, a másik az teljes egészben. Ott a polgármesteri hivatal, amely borzalmas állapotban van, tehát a városközpont rehabilitáció befejezéséhez egy fontos állomás lenne, hogyha a polgármesteri hivatal épületét is helyrehoznánk, hiszen az borzalmas állapotban van. Az ablakok gyakorlatilag olyan szinten vannak, mint a Halmitelep iskolában, ez a kiesek, be kell szögelni. Az én irodámban is egyébként, hogyha nyugatról jön a vihar, akkor egy-egybe ömlik a víz. Ezzel nincs különösebb bajunk, csak ugye eláztatott sok minden mást is. Szóval van mit tennünk, és van teendőnk, és a nagy ellátórendszerek hát üzemeltetése mellett nem mindegy, hogy milyen infrastruktúrával tudjuk kiszolgálni a lakosságot. Az Annás iskolára térve konkrétan szeretnénk ebbe a ciklusban mindenképpen, hiszen megjavítatni az épületet, vagy felújítani, mert borzalmas állapotban van. Tehát sajnos az most talán az egyik legrosszabb állapotú intézmény, meg a polgármesteri hivatal. Ez a rangsor is egyébként körülbelül, tehát mindenhova, ahova jelezni kell, hogy milyen felújításokat tervezünk, és mit szeretnénk megvalósítani, legyen szó a megyéről, megyei fejlesztési tervről, legyen szó bármilyen más pályázati forrásról. Ez az első helyen az András iskola van, aztán a Petőfi és a polgármesteri hivatal, tehát ezek a prioritások, ha pénzt kapunk, akkor ezzel fogunk kezdeni, az biztos. Felújításokról beszél, de új, úgymond komplexumot is terveznek, itt például a mentőállomás létrehozására gondolok, ahol már ugye hát azért szegről végről megvannak az épületek, de nyilván ez bővítése, kiegészítése és fejlesztése. Hát épület van, de az is régi, és öreg, ott a Dózsa-Gyögyöti rendelők helyén kellene megépíteni az egész új mondjuk szakrendelőt, tehát ott kapnának helyet a védőnök, akik ott vannak ugye, a gyermekorvos, a háziorvosok, és ha már építünk egyet, akkor lehetne mentőállomást is oda telepíteni, amely egyébként most kész van már, tehát egy ideiglenes helyet mi létesítettünk, már csak be kell, hogy álljon a mentő, most azon megy a húzavona éppen, hogy eddig ugye nem volt arról szó, hogy mi fizessük a teljes rezsijét ennek az épületnek, most már ott tart az OMSZ, hogy őnekik nincs egy fillérjük se, hogy mi fizessük. Ha alárjuk a szerződést, abban a pillanatban ide tesznek egy mentőutat, ami innen fog tehát innen fogják küldeni. Tehát az nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal itt fog állni, és csak Vecsés közigazgatási határán belül mehet, hanem bizony ez menni fog éjjel-nappal, ezt megmondták. Ugyanez van most Monoron is, a mentők éjjel-nappal mennek. De legalább, hogyha itt van, akkor gyorsan odaér, hogyha valami történik itt Vecsés közelébe. Tehát ez a cél. Tehát a Dózsa-Györgyi szakrendelők megújításáról van szó, és ha lehet, akkor még mentőállomás építése mellé. Ezt állami forrásból, vagy részben, vagy teljesen állami forrásból szeretnénk megvalósítani. Ez egy olyan 350-400 millió forintos projekt így a előzetes tervezés, illetve költségkalkuláció alapján, tehát azért ez egy komoly összeg. 5 éven belül megvalósulhat? Hát mi azt szeretnénk elérni, hogy ez megvalósuljon a következő előttünk lévő 5 évben. 4,5 az az 5 egyébként, mert lehet, hogy májusra fogják előhozni a helyhatósági választásokat, együtt mondjuk a Európai Uniós parlamenti választásokat, de ezt még nem tudjuk pontosan, de nekem van ilyen sejtésem, tehát az 5 év az igazából 4,5. Hát a fő attrakció szerintem az volt, hogy sikerült azt elérnünk közösen nekünk vecsésieknek, hogy Vecsési járási körzetközpont lett, körzetközponti település, és létrejöttett a Vecsési járás. Aztán a következő komoly lépés szerintem, hogy segítettük ezeknek a hivataloknak a minél gyorsabban történő felállását, beindulását. Ebben mi nagy segítséget nyújtottunk. Legyen szó a Klik Vecsési irodájáról, kihelyezett irodájáról, legyen szó a járási hivatalról, tehát vagy az integrált kormányablak megnyitásáról. Egy kicsit ott érezzük magunkat elhanyagolva, hogy mi nagyon sok segítséget megadtunk, ehhez képest létszámmal nem töltötték föl az itteni álláshelyeket, és úgy érezzük, hogy a helyi okmányirodát elhanyagolták ezen a téren, ami egyébként egy 4 ablakos okmányiroda, és továbbra is az, és azt szeretném, hogy itt teljes körügyintézés lehessen úgy, mint ezelőtt 1,5-2 évvel. Tehát itt látok én egy deficitet. A kinti kormányablak, ami a Market Centrában van, egyébként nagyon jól működik,
De azért szögezzük le, hogy az nem csak a vecsésiek érdekeit szolgálja. Ez körülbelül olyan, mint a szakorvosi rendelőintézetünk, amely messzeföldön híres, amely egyébként jó nekünk és büszkék lehetünk rá, költünk is rá épp elég pénzt, de már ide jár mindenki a környékből, és a vecsések meg sorba ülnek. Na most akkor rendben, hogy van egy magas színvonalú elvelátásunk, de hát nagyon sokat kell, ugye, sok esetben sokat kell várni. A kormányablakkal ugyanez a helyzet, ez azért a 18. kerület minden erre járó, az egész járás, hát ez úgy is volt ki, megkomponálva, hogy nyilván az áthaladó forgalmat is kiszolgálja, és természetesen a vecsésieket is. 200. ügyfelet avattunk egy pár hete. Tehát azt tudom mondani, hogy hát sok erőfeszítést tettünk, azt várjuk, hogy itt tisztuljanak le a dolgok, és az okmányiroda ne csak immelámmal működjön, ezt úgy hívom, hanem teljes kapacitásában. Iskolákkal kapcsolatban? Hát az iskolákkal kapcsolatosan, hogy két intézmény van, amiről most szóban jöhet ebben az esetben. Az egyik ugyebár a Petőfi téri általános iskola és gimnázium, amelyet a Római Katolikus Egyház vett át, úgymond, illetve a másik, az pedig most frissen a Német Nemzetiségi Önkormányzat vette át az üzemeltetését a Grassalkovics általános iskolának. Én azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok azok jók. Hát nyilván valahol tapasztalatunk van, és több tapasztalatunk van, az a Petőfi téri általános iskola, illetve a gimnázium. Itt az egyház ugyebár átvette az intézménynek a működtetését. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jól működik, hiszen valamilyen szinten a mi költségvetésünket is ez segíti, hiszen ez nem jelenik meg a költségvetésünkben ennek az intézménynek úgymond a kiadása, illetve a leírható normatívák azok is magasabbak, hogyha az egyház, illetve a német nemzetiség, vagy bármelyik nemzetiség működtetni az iskolát. Alapvetően az intézménynek a működtetésre, tehát a fizikai állomány az mindig maradt az önkormányzatnál, tehát az önkormányzat finanszírozza, de a másik iskolánál, amit említettem, amit a Német Nemzetiség vett át, ott még nagy tapasztalataink nincsenek, hiszen itt is kellett önkormányzati segítség, hiszen vannak olyan átfedések még, amikor ugyebár azok a pénzügyi normatívák, illetve a fizetések, azok nem úgy jönnek még, és akkor mi ezt egyébként sejtettük és tudtuk, hogy így lesz. Tehát erre egy külön alapot mi el is különítettünk, ha lehet így fogalmazni, hogy alapot. Tehát egy kölcsönt adtunk ilyen szempontból az intézménynek, ami természetesen majd az önkormányzatnak vissza fognak fizetni, csak hát ott is csúsznak ezek az utalások. Én azt gondolom, hogy eddig ez jól működött, nagyon nagy munka volt nyilvánvaló a Német Nemzetiség részéről is, hogy ezt az iskolát így át tudja venni, illetve el tudja indítani ennek megfelelően az oktatást. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban úgymond minden rendben van. Ha már önnél van a szó, akkor maradjunk is önnél. A Pest megyei közgyűlés tagja lett, és ezzel ugye ez vecsésnek is jó, hiszen mondjuk ki nyíltan azért a lobby eszközeink szerencsére pozitívan alakultak. Hogyan látja, hogy ez majd Becsés szempontjából mennyire lesz majd érzékelhető? Nyilván akkor a Becsés érdekeit is jobban tudja majd képviselni ott, illetve azért plusz feladatokkal is jár nyilvánvalóan. Hát így van. Hát elsősorban, hogyha az ember képviselő, mint Vecsésen, és hát mindenkinek ugyanúgy megvannak a körzetei, nyilvánvalóan az egy kicsit közelebb áll a szívéhez, de alapvetően az embernek itt, mint Vecsésen, és azért az egész városban kell gondolkodnia. Tehát én is, hogy bekerültem a Pest megyei közgyűlésbe, nekem is azért az egész Pest megyében kell gondolkodnom, de hát nyilvánvalóan az embernek a szívéhez közelebb áll az a város, ahol él, illetve hát azt sem szabad elfelejtenünk, hogy vannak itt is különböző régiók, illetve itt Vecsés azért egy járásközpont. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a dolgok mindig közelebb állnak az ember szívéhez. Itt azért egy nagyon nagy megyéről beszélünk. Pest megye lakossága az körülbelül olyan 1,2 millió fő, 187 településsel. Én azt gondolom, hogy Magyarország vezető megyéje, hiszen mind a lélekszámban is, illetve hogyha megnézzük azokat a különböző demográfiai mutatókat, hogy ez az a régió, ahol a legtöbben, tehát a legjobban növekedett a lakosságnak a létszáma az elmúlt 10 évben, tehát elég nagy vonzása van mondjuk Pest megyének. Nyilvánvaló, hogy ezt azért Isten igazából az agglomerációra lehet érteni, tehát ez itt vannak anomáliák ilyen szempontból a megyében is, de nagyon fontos az, hogy mint például Vecsésen is elkészült, hogy a középtávú stratégiai terv, ugyanez Pest megyén is elkészült. Nyilvánvaló, itt is a területfejlesztési koncepció, ami 2014-2020-as időszakra vonatkozik, illetve a területrendezési terv, ami abszolút ezzel harmóniában van, és három nagy integrált program lett bevéve Pest megyében, ami a legfontosabb, az egyik az a Ferihegyi gazdasági övezetnek a fejlesztése, a másik az a Pest megye Duna stratégiájának a megvalósítása, illetve van egy harmadik rész, az a Duna-Tisza közötti homokságnak a homokhátságnak a
a komplex fejlesztésének a megvalósítása. Ez egy nagyon fontos három meghatározó program ezeken a nagy programon belül, és ebben nyilvánvaló, hogy ezt a programot úgy kívánja a Pest megye is megvalósítani, hogy mind a szomszédos megyékkel, illetve a fővárossal úgymond karöltve szeretnénk megvalósítani ezeket a programokat. Természetesen ezek abszolút az EU jogharmonizációjával egyetemesek. Én azt gondolom, hogy ezek a programok alátámaszták azt, hogy minél sikeresebb legyen Pest megye és ezáltal a Pest megyei települések is. Hiszen gazdasági szempontból is nagyon frekventált hely Pest megye, hiszen körülbelül, hogyha megnézzük, a GDP-nek körülbelül 11%-át adja Pest megye, ami egy nagyon nagy szám. Főleg, hogyha úgy nézzük, hogyha Budapestet is mondjuk, ha ide mennénk, akkor meg ugyebár az egész Magyarországnak több mint az 50%-át adná, de mi csak nézzük mondjuk inkább így Pest megyét. Nyilvánvaló, itt vannak ezek a programoknak, az is nagyon fontos a megvalósításánál, mint említettem, hogy azért ezeknek az adatoknak, illetve a gazdasági adatoknak is egy nagy része az agglomeráció, hoz köthető, de itt vannak azért anomáliák, hiszen körülbelül mondom, hogy a 80%-a valósul meg ezeknek az eredményeknek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a program ez mind elősegítheti, hogy minél jobban fejlődjön Pest megye, és minél úgymond azok a régiók is, amik mondjuk kevésbé tudtak fejlődni, azok is minél jobban be legyenek integrálódva ezekben a fejlesztésekbe. Most hát ugye ez fontos dolog, hogy azért itt a megyén belül ez a gazdasági régió, amiben mi is vagyunk, ugye ez a reptérhez köthető gazdasági régió, ez kiemelt fontosságot kap, kiemelt fontosságú, de azon kívül, hogy ezt leírják a dokumentumokban, azért nagyon sok minden nem történik. Tehát egy gyától egészen Maglódig, Ecserig, hogyha szűken veszük, gyál, Vecs és Üllő Ecser, ez nagyon potenciális fejlesztési területeket tartalmaz, és az a dolgunk, hogy erre minden eszközzel felhívjuk a figyelmet, és hogyha lehet, akkor az állami eszközöket ide vonzunk, és megértse mindenki, hogy ez össznemzetgazdasági érdek, és akkor talán még erősebb gazdaságfejlesztési koncepcióval és még erősebb irányultsággal az állam is ide teszi a forrásait, hogyha egyszer beindul mondjuk a magyar gazdaság, és akkor megelőzhetjük talán még itt az oly nagy előnnyel rendelkező, mondjuk így, hogy északi régió. Valóban nagyon magasra tették egyébként önmaguknak a lécet az elmúlt években, hiszen vecsési lakosként is 8 évvel elmondhatom, hogy drasztikusan pozitív irányba változott a város, tehát számos intézmény került felújításra, itt a bölcsödétől kezdhetnénk az általános iskolákig, óvodákig, ahogy említette, új kulturális központ épült, nemrég felszentelték a ravatalozót. Végre elkészült a telepi út, Dózsa György út, tehát valóban számos olyan dolog történt, ami a vecsésiek életét megkönnyíti vagy megszebbíti. Tudnak-e ilyen ütemben haladni, hogy látják, lesznek-e lehetőségeik, mert nyilván szándékban nincsen hiány az elkövetkezendő 5 évben? Természetesen megpróbáljuk ezt az ütemet tartani, de azt azért tudni kell, hogy megváltoztak a pályáztatás forrásai, megváltozott a pályázati kiírásnak a koncepció is, tehát most már nem ez a fajta pályázati rendszer lesz, ami eddig volt, és még nem tisztult le, hogy pontosan mi lesz. Az új EU-s ciklusban ugye az biztos, hogy a környezetvédelem, energetika nagy szempontot kap, vagy nagy szerepet kap, amit el is hangzott. Tehát ezen a téren én azt gondolom, hogy nagy léptékben előre kell haladnunk, vagy tudnunk kell előre haladni, hogy új beruházásokat hogyan tudunk még ezen felül létesíteni, azt még nem tudom. Egy biztos, hogy mi tudjuk, hogy miket akarunk megépíteni, és erre fogjuk összpontosítani a céljainkat és az érdekeinket, meg a lobby tevékenységünket. Az is biztos, leszögezhetjük, hogy nem rendelkezünk olyan komplett megnyert pályázatokkal, mint 2010-ben, amikor egy komplett városközpont pályázatot nyertünk, amikor egy bölcsödét megnyertünk, tehát tudtuk, hogy az mindenképpen meg fog épülni. Most azt tudjuk, hogy mit szeretnénk megépíteni, és az odavezető utat most kövezzük, hogy szeretnénk eljutni odáig, hogy ez meg is legyen. Tehát sportfejlesztési vonalon szeretnénk előrelépni, hogy ez most tornacsarnok lesz, sportcsarnok lesz, és milyen sportkomplexum lesz, ez a jövő mutatja meg. Már most is vannak hírek és elképzelések. Én nem gondolom azt, hogy mindenhova stadiont kell építenünk, például Vecsésre, de azt gondolom, hogy egy multifunkcionális sportközpont arra az nagyon jól mutatna itt a városban. Tehát ebbe az irányba fogunk lépéseket tenni, hogy ez most sportcsarnok lesz, azt nem mondom, de hogy a sportolás lehetőségét szeretnénk kitárni minden jobban a vecsiség előtt, ez biztos. Erre abban az irányban mutat például a kerékpárutak fejlesztési elképzelése is. Egyébként ezt be is adtuk a
megyei fejlesztési tervekben, tehát a kerékpár út szerepel első helyen, tehát a településeket összekötő kerékpár út, a sportfejlesztés és az intézmények fejlesztése az ott mindenhol szerepel. Tehát visszatérve az alapkérdésre, nehezebb helyzetben vagyunk, ugyanakkor az új ciklus új lehetőséget nyitott felénk. Még nem tudjuk pontosan, hogy a pályázatíróink egyáltalán kapnak munkát, helyben írják a pályázatokat, vagy csak az elképzeléseket mondjuk, és központi pályázatírás lesz, nem tudom. Tehát a központosításnak vannak előnyei, hátrányai, itt az agglomerációban nekünk azért ennek vannak hátrányai is. Kis települések nagyon örültek, hogy levették a vállukról a feladatok jelentős részét, mi ennek nem annyira örülünk. Én személyesen az építés hatóságának az elvételét vagy koncepterálásának se örülnék, mert itt ezeken a területeken nagyon sok dolga van az építés hatóságnak, és első körben még ott találkozunk a beruházókkal, tehát jobb lenne, ha itt marad. Természetesen én egyedül ehhez kicsi vagyok, de nagyon sok önkormányzat szabadon egyébként az építés hatóságtól, mert nincs elég eszköze, pénze, embere, hogy fenntartson egy építés hatósági osztályt, nincs elég jó szakembere, csak nyűg nekik. Nekünk nagyon jó szakembereink vannak, az új építési osztályvezetővel nagyon meg vagyunk elégedve. Én örülnék, ha itt marad, de a törvényt ugye ezt meg úgy kell hozni, hogy mindenkire érvényes legyen. Tehát visszatérve az alapkérdésre, valóban én is úgy érzem, hogy az elmúlt 8 év az rettentő intenzív fejlődést hozott. Ezt talán elfogulatlanul mondhatom, hiszen a vecsésiek véleménye is ezt tükrözte. Szeretnénk méltónak mutatkozni a jövőben is ehhez a fejlesztési ütemhez. Megvannak az elképzelések, ehhez ügyük az energiát és a forrásokat. Aranypáva nagydíjas lett a Balla Péter népdalkör. A hétvégén megrendezett színvonalas versenyről a népdalkör vezetője számolt be. Aranypáva gála találkozó, amit a kórusok, zenekarok és népzenei együttesek itt szervezett meg Vecsésen, a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Hála Istennek nagy sikert hozott az itteni csoportunknak, úgy a Balla Péter népdalkörnek, mint a nemrégen alakult Citra zenekarunknak. A népdalkör az most először végre elérte a legmagasabb kategóriát, legmagasabb díjat, ami csak van. Ez az Aranypáva nagy díj. Hát Aranypáva díjunk van már 6 darab, azt is kaptunk megint egyet, de a nagy díj az váratott magára eddig, úgyhogy nagyon készültünk rá, és szerencsére minden összejött, úgyhogy úgy az ének, a hangszerek, a hangosítás, a technika is minden rendben volt, úgyhogy szerencsére mondhatom, hogy jól zártuk a napot. Ilyenkor a díj megkapásra önmagáért beszél, de szöveges értékelést kapnak-e? Hát amennyiben kérnek a csoportvezetők, kaphatnak. Egy általános, rövid méltatás van természetesen a díjak átadásakor, amit a zsűri elnöke, illetve tagjai szoktak ilyenkor megtenni, de természetesen van rá lehetőség, hogy megkérdezzük, és minden egyes zsűri taghoz oda is ment a művészeti vezetőnk, Szeghalmi Ágnes, és őt tájékoztatták arról, hogy nagyon jó volt, nagyon jó volt, nagyon jó volt. Úgyhogy hála Istennek nem sok kritikával éltek, mert hát ezek már nagyon beérlelt összeállítások voltak, amiket most szombaton előadtunk a zsűrinek. Mi minden hangzott el? Hát tulajdonképpen elsősorban mi észak-magyarországi népdalokat énekelünk, tehát a művészeti vezetőnk ilyeneket állít össze, mivel ő azon a tájékon dolgozott, gyűjtött már 40 éve, úgyhogy egy észak-magyarország és egy galga menti népdalcsokrot énekeltünk. Mennyire volt kiélezett a mezőny? Hány népdalkör képviseltette magát? Hát összesen 8 csoport volt, abból egy olyan volt, aki meghívott vendégként tánccsoport, tehát táncegyüttes, itt a Vecsési Rozmarány táncegyüttest hívtuk meg, hogy egy kicsit a sváb kultúra is megmutatkozzon, ha már egyszer sváb település részben Vecsés, aminek szintén nagy sikere volt egyébként, és a zsűri is kiemelte, hogy nagyon színvonalas produkciókat adtak elő. Ezen kívül a többi 7 az mind népdalkör vagy citara együttes volt. Egyedül a mi kis citara együttesünk volt az, aki a Balapét népdalkör citara együttese, akik még nem minősültek egyáltalán, és kivételt tett a zsűri ebből az alkalomból, hogy helyben vagyunk, így mi térségi minősítésen vettünk részt, és ott megkaptuk a maximumot, a kiváló minősítést. A többi 7 csoport közül pedig 2 darab nagy díjat osztott ki a zsűri, az egyiket a Balla Péter népdalkör kapta, a másikat pedig Gárdonyból egy dalárda, a Gárdonyi dalárda. Mi a tapasztalat évről évre, hiszen valóban minden évben számos ilyen megmérettetésen és versenyen, akár előadáson vesznek részt, hogy a fiatalok mennyire kapnak kedvet a hagyományőrzéshez ebben a mai modern zenei világban, hogy ilyen közhelyeléjek? Hát igen, nehéz bevonni a fiatalokat, mi a saját gyermekeinket
próbáljuk, az úgy több-kevesebb sikerrel. Így a Citer együttesben is a két népdalköri tagunknak három gyermeke, négy gyermeke szerepel, csak abból egy van, aki egyébként énekel is a népdalkörben. A másik három fiú az csak a Citer együttesben, van még egyelőre, reméljük, hogy majd később a népdal közé csatlakozik. Egyébként pedig szintén jellemzően a tagoknak a gyermekei vannak a népdalkörben is, tehát külsőset, úgy gyermeket nehéz bevonni. Citer együttesben volt már érdeklődő külsős, aki jönne szívesen, csak most három év távlatában nehéz becsatlakozni már egy működő csoportba. Ezeknek a népdalkörös gyerekeknek van más választásuk, tehát nekik muszáj jönniük, vagy egyszerűen kezet kapnak akkor, amikor elkísérjük a szüleiket? Hát is. Igen, hát van, akik teljesen belenőttek, tehát mondhatom, hogy Radóci Mártika gyermekei mind a kettő belenőtt, hát amikor ő elkezdett járni, akkor volt egy éves a Barnus, és gyakorlatilag végig kísértek, végig felnőttek velünk a csoportban. Hát persze természetesen ilyen pubertáskori problémák és egyebek vannak, hogy kisebb-nagyobb vehemenciával jönnek a próbára, de azért több-kevesebb sikerrel ott vannak, és hát a fellépéseken mindig elkísérnek bennünket. Térjük vissza még erre a szombati eseményre. Kik voltak a zsűri tagjai? Hát a zsűri elnöke dr. Várnai Ferenc népzenekutató volt, ezen kívül dr. Alföldi Borús István, Dévai János, Birinyi József és dr. Fehér Anikó, ők voltak öten a Kóta által delegált zsűri tagok, és Fehér Anikó vezette a műsort is egyébként. Az aranypában a díj majd nagyon jól mutat, gondolom valahol, akkor itt már adódik is egy kérdés, hogy hol helyezik majd el ezt a díjat, illetve mi mindenre jogosít fel, milyen felkérésekre számítanak a közeljövőben? A díjat azt a Balla Péter teremben helyezzük el, Bálint Ágnes Kulturális Központban. Ott van egy szekrényünk, ami most már nagyon kicsi, úgyhogy reméljük, hogy kapunk majd még egyet, ahol elhelyezzük az ajándéktárgyakat. Már maga csak a 6 aranypáva oklevél is akkora helyet elfoglal, hogy szinte tele van a szekrény. Tulajdonképpen az egy kerámia plakett, amit mindig egyedileg készítenek. Az okleveleket is egyébként, az aranypáva okleveleket is mindig kézzel készítik, utólag kapjuk meg emiatt az aranypáva oklevelet. Hát ez a szekrényke van egyelőre, és hát tulajdonképpen attól, hogy nagy díjasok vagyunk, ez csak egy szakmai elismerés. Igazából ezt mi el tudjuk mondani minden fellépésen, és ez nagyon jó fényben tünteti fel a csoportot, tehát ez egy minőséget biztosít már. De egyébként, hogy ettől hol fognak bennünket jobban felkérni, ezt nem tudom sajnos. Ez majd szó szerint a jövő zenéje. Igen, így van.
patak szélede sáros. Én utánam már legény ne járj most, kísérgesd a falu végi menyecskén, minden fél órába jöjjön rád a nehézség. A 20 éves jubileumi kórus találkozó Szlahó Csaba polgármester nyitotta meg, majd Fazekasné Gombár Mónika a kórus karnagya mondta el ünnepi köszöntőjét. Amikor ezelőtt 20 évvel elkezdtek énekelni, azért újszerű dolog volt, és nem akarok megbántani senkit, de hogy ilyen fiatal a lányokból kórus alakuljon, az akkoriban főleg német nemzetiségi dalokat éneklő kórus, ez azért nem volt bevett szokás. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hiszen az alapító tagok közül ketten is a Német Nemzetség Gimnáziumba jártak, Mónika és itt Rita is, üdvözöllek sok szeretettel. És hát azért sok munkájuk volt abban, hogy ez a kórus ma énekelet, és így tart, ahol tart. Először itt Vecsésen váltak kedvelté és ismerté. Én 98 óta vagyok önkormányzati képviselő, akkor az Oktatási Művelődési Sportbizottságot vezettem. És az első alkalommal, amikor lehetőségünk volt, akkor behoztuk a kórust a városi ünnepségre, hiszen az akkori alpolgármester úr javasolta, hogy van egy nagyon szépen éneklő kórusunk, hát használjuk és örüljünk annak, hogy ők felléphetnek. És aztán ma már nem is lehetne városi rendezvény önnélkülük, illetve hát a városi alapítói ünnepség, újratelepítési ünnepség. És bizony ez alatt a 20 év alatt nem csak itt Vecsésen szerették meg őket és kedvelték meg őket, hanem az országban számos helyen. És azt is tudom mondani, hogy a partner településünkkel Rejstetten is nagyon aktív a kapcsolat. És itt ragadom meg az alkalmat, hogy sok szeretettel köszöntsem a vendégeinket Rejstettenből. Ich grüße herzlich die Gäste von Rejstetten. Köszönjük, hogy elfáradtak hozzám. És hát vitték nem csak a német nemzetiségi hagyományokat, és ápolják itt helyben, és gyűjtik a népdalokat, hanem vitték Vecsésváros jó hírnevét is országszerte, és hát Németországba is. Én magam is nagyon megszerettem a csalogányok énekét, mindjárt annyira megszerettem, ezt nem bírom kihagyni, hogy otthon három is van nekem. És már a kocsiba szoktam hallgatni, hogy az utánpótlás néha énekel, mert a kórusok is járnak. És hát ez ennek a lényege. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 20 esztendőben a kórus minősítő versenyeken 4-szer kaptuk meg a legmagasabb minősítést, az Arany Rózmarin díjat. Ben pedig az országos Pécsi Kórus Fesztiválon a legjobb női karnak járó Vándor Serleget hozhattuk el Vecsésre. Ebben az évben sikerült a Vecsési Hagyományőrző Zenekarral öltve megjelentetni a Vecsési CD-nket, ahol a zenekar játszott, kísért is minket, és mi még külön énekeltünk is. Tavasszal, 2013-ban, tehát tavaly, nagyon-nagyon dús programunk volt. Tavasszal megkaptuk a szép új népviseletünket, külön köszönet érte a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Városi Önkormányzat támogatásáért. Ebben az új, most rajtunk látható trágban léptünk fel az Interkultúr Nemzetközi Kórus versenyén, és életünkben először, de reméljük nem utoljára, énekelhettünk a Művészetek Palotájában. Erdog ist mein Leben, Erdog ist mein Leben.
vereséggel zárult a VFC legutóbbi mérkőzése. A Vecsési Futballklub az érdi VS ellen lépett pályára szombaton. A bajnokság 13. fordulójának eredménye 0-2 lett az ellenfél javára. A félidő eredménye 0-0 volt. Urbán Flórián vezetőedző szerint ilyen felfogásban nem lehet játszani. A játékosok meg voltak ijedve, nem azt játszották, amit kellett volna. Az idény vége fele elvesztettük azt a fonalat, ami eddig megvolt. Lesz még két mérkőzésünk, amit mindenképpen meg kell nyernünk, aztán télen meghozzuk a megfelelő döntéseket. Olvasható a Vecsés FC honlapján. A csapat két csatára, Piros és Segesdi sérülés miatt hiányzott a pályáról. A vecsési csapat legközelebb november 16-án lép pályára a Szászhalombattai LK ellen. Köszönöm figyelmüket, Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának november 14-i adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 18 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Thank you.